azt megszokhattátok már, hogyha a képernyőn egyszerre ketten Pálfai Gábor barátommal közösen jelenünk meg, akkor az valami szokatlan vadvízikalandnak a kezdetét jelenti. Szinte biztos, hogy egy olyan vízterületen fogunk közösen horgászni, ahol eddig még nem voltunk. A szokatlan talán a dologban csupán annyi, hogy egy lenge nyári öltözékben szoktunk ilyenkor közösen megjelenni, és nem pedig úgy, mint ahogy most láthattok minket, hogy be vagyunk öltözve. Sőt, Gábor úgy néz ki, mint egy eszkimó. De miért vagy így, Gábor? Én bemutattam az itt rendszerszerűen hordott ruházatot. Ahhoz képest, hogy lassan augusztust írunk, itt most a 13 fok az már bónusz. Most jelenleg is 10 fok környékén mozog a hőmérséklet. És hát ezzel nem árulunk el zsákomacskát, hogy az északi tengereken hajózunk éppen, és ennek megfelelő az időjárás is. Régi vágyam volt, hogy kipróbálhassam magamat az északi sarkkör környéki hideg tengereken is, amelyek egyébként amellett, hogy kellemetlenül zordak és hidegek, elképesztő hallgazdagsággal bírnak. Sokáig dilemmáztunk Gáborral, hogy Norvégia, vagy pedig Izland legyen a kiválasztott célállomás, ugyanis ez a két legnépszerűbb horgászturisztikai szempontból legnépszerűbb helyszín, és végül Izland mellett döntöttünk. Miért is? Bizonyára te is sokat hallottál már, illetve mindenki sokat hallott a klímaváltozásnak a folyamatairól. Izland és Norvégia nagyon hasonló halfaunát és nagyon hasonló horgászati lehetőségeket kínált az elmúlt években. Ugyanakkor sajnálatos módon az észak-norvég területek is érintve lettek a klímaváltozás által. Ez azt jelenti, hogy a víz hőmérséklete egyre magasabb, ezáltal a nagy testű halak egyre mélyebbre húzódnak és egyre nehezebben megfoghatóak. Izland ilyen szempontból még szerencsés, itt nagyon jó lehetőségek nyílnak arra, hogy horogra csalhassuk azokat a vágyott nagy testű halakat, amely miatt Gábor velem ide utazott. Szerencsénk van azzal, hogy te ugye túraszervezőként nem először jársz már ezeken a vizeken, mert azért nyilván, ha magunktól kellene megtalálni a megfelelő haltartó helyeket, hogyha minden nulláról kellene felépíteni, a módszereket, a technikát kidolgozni, akkor ez egy pár hónapot vagy pár évet el lehetne ezeken a vizeken úgy azért lötykölődni, mire ez összeállna. Ugye te már sokadik alkalma vagy itt, így nyilván a te tapasztalatod nagy segítségünkre lesz csapatunk számára, hiszen most ezen a hajón mindösszesen hárman vagyunk, nincs külön túravezetőnk, nincs helyi guide-unk. Egyetlen segítőnk volt, aki átadta nekünk a hajót és elmagyarázta, hogy hogyan kell ezt beüzemelni, hogy ki tudjuk vele jönni, és mi vissza is tudjunk menni. Egy napja érkeztünk meg Izland fővárosába, Reykjavikba, ahonnan két választásunk volt, vagy földi úton autóval egy kb. 6 óra hosszás út állt volna előttünk, vagy 35 perc alatt ide repülünk Izafjordorba. Hát az utóbbit választottuk értelemszerűen, és a repülőről nagyon jól lehetett látni, hogy miért is ennyire nehézkes a földi közlekedés, hiszen gyakorlatilag szikla, vulkán, gleccserek, és ezen kívül semmi más. Számomra nagyon nyomasztó volt egyébként az első látványa Izlandnak, olyan, mintha a Marsra csöppentünk volna, soha ennyire kopár és zord vidéke nem jártam még. Ami meghökkentő volt számomra, hogy például nem láttam egyetlen egy erdőt, nincsen fa, vagy nagyon-nagyon kevés. Nyilván ez is jelzi mindazt, hogy mennyire kegyetlen itt az időjárás, mennyire nehezen tud a természet is megkapaszkodni, és mennyire nehezen tud az élet megragadni, szó szerint. Ezt jól megfogalmaztad, hiszen az itteni élet nehézségét és kegyetlenségét mi sem jelzi jobban, hogy a Magyarországnál kb. 10%-kal nagyobb szigeten alig 400 ezer ember él. Köszönöm.
ugye? Meg vagyunk. Megérkeztünk végre. Új, milyen friss levegő. De nincs ideg egyébként. Nagyon megint más réteg szoktunk. Tetszik egyébként. Először nem volt róla érte. Túraszervezőként folyamatosan ott dolgozik az emberben a druk, hogy minden rendben legyen a túra ideje alatt, az utazás alatt. És hát nem könnyítette meg a dolgomat, hogy a fővárostól Reykjavíktól nem messze tört ki egy vulkán a múlt héten, amely hál' Istennek nem akkora és nem olyan intenzitású, mint pár évvel ezelőtt, amikor lebénított a fél Európa légi közlekedését az akkor kitörő vulkán. Azért látványnak nem volt utolsó ez sem. Figyelj Gábor, szerintem meséltünk már eleget Izlandról és ennek a zord vidéknek a sajátosságairól, de a nézők jelentős részét szerintem az érdekli, hogy mit tudunk mit fogni, úgyhogy menjünk horgászunk. Legyen így. És próbáljunk meg halat fogni. Én már fogtam valamit. Egy kötelet. Jó mély víz van alattunk, közel 50 méter, úgyhogy nem kevés idő telik el, amíg a pilker a medelfenékre süllyed. De semmi titok nincs abban, hogy a horgászatot már nem itt és nem most kezdtük, hanem miközben jöttünk ki a fjordból, itt a hal. Neked is megvan. Kell sokat várni rá. Ha jó helyen áll meg az ember, akkor ez történik. Szóval a horgászat nem itt kezdődött, hanem a fjordnak a belső felén, és ott is egy olyan jó helyen sikerült megállni, ahol tulajdonképpen az első néhány belógatásra már is tudtunk szép halakat fogni. Avalanche, yes, from the hill, and almost destroy here. Hello, Isafjordur. This is boat 7599. 7599, Isafjordur. We are leaving Flatieri with 3 person for fishing. Leaving Flatieri with 3 person, thank you. Thank you very much. Thank you.
Na, itt az én tőkehalam. Tied, Gabi? Na, már jön. Jön már. Na, ez egy dupla kapás. Igen, double action. Dupla akcióval. Oké, emeljük ki. Hát erről meséltem a bevezetőben, hogy olyan mértékű a halgazdagság ezekben a hideg északi vizekben, amely számukra elképzelhetetlen. Hogyha megfelelő helyen állunk meg, akkor egyik hal éri a másikat. Visszaveszem a kesztyűt, mert megtapasztaltam már azt egyébként, hogy sokkal könnyebb ennek a peregető kesztyűnek a segítségével a botot fogni, stabilabban tudom azt tartani, nem csúszik meg a kezemben, illetve hogy a halat kézbe vesszük, és hogy ugrándozik, mozog, nem sérti meg, nem vágja az ujjamat. Beszéltél, Gábor, itt a halgazdagságról, és hát az előbbi percek is mutatták, hogy valóban nagyon sok a hal, de azért távolról se gondolja senki, hogy itt bárhol megállunk, és ez így történik. Nagyon fontos a hely megválasztása, és hát az időszak is, hiszen az árapály az nagyon meghatározza, hogy mennyire lehetünk sikeresek a horgászat során. Most éppen sikeresek vagyunk. Két belógatás, két hal. Nagyon durva egyébként. Ugye beszéltünk arról, hogy nem most kezdtük a horgászatot, viszont ezt már délután is megtapasztaltuk, hogy ha nem megfelelő helyen állunk meg, akkor lógathattuk mi ezt a vasdarabot. Egy kapásunk nem volt. De hogyha beletalálunk a halrajba, akkor ez történik, amit most látnak a nézők. Ahogy a medelfenékre ér ez az 500 g-os spilker, ahogy az ember ráemel, bum, azonnal rádurrant. És nem az van, hogy véletlenszerűen beleakadunk, vagy az oldalába, a hátába belehúzzuk a horgot. Jól látszik, hogy ez a nagy háromágú horog ott van a hal szájába. Tehát szabályosan egyértelműen rárabol, és meg akarja enni ezt a hatalmas nagy fém műcsalit, amit ő természetesen táplálékhalnak néz. Azt a mindenit, kettő halat húzol föl. Gábor! Én szoktam ezt csinálni, nem akartam előre mondani, hogy én ilyeneket csinálok, de... De te most kettőt fogtál egyszerre. Hát itt a rutin meg az évek, megmutatta magát. Ilyet? Jó van, na itt most mellé húzom az én harmadik halamat, de... Szégyenkezve. Én csak egyet fogtam. A mindenség itt. Nem mondjátok, hogy mohó vagyok, de... Figyelj, itt most kimondhatjuk, hogy némi túlzással több a hal, mint a víz. Ez igen. Kettő belógatás és öt darab hal. Az előző akcióból kettő, most pedig három. Jó napot kívánok, megérkeztünk. Az északi tengerek egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb műcsaliát és módszerét mutatom most meg nektek. Ez egy vasdarab, amely egy speciális banán alakú kiképzést kapott, ami egy hullófalevél jellegű mozgást tesz lehetővé ennek a 500 g-os műcsalinak, amin két horog is kapott helyet, egy háromágú és egy egyágú fönn, így akár két halat is tudunk vele fogni, úgy, ahogy én tettem azt az előbb. Ez egy alapműcsali itt a északi tengeren a hidegvízi horgászatok során. Nagyon egyszerű használni és nagyon hatékony. És akkor meg is mutatom a gyakorlati használatát ennek a műcsalinak. Ez egy ilyen 1.80-1.90-es speciálisan inline botot használok most. Ez nem követelmény, gyűrűs botta, amilyen például Gábornak van, ez ugyanolyan jól működik. Az enyém egy multiplikátoros orsó van, Gábornak egy peremfutó orsó van. Ezek gyakorlatilag nem
osztanak vagy szoroznak a horgászat során. Alapkövetelmény a direkt kontaktus miatt a fonott főzsinór használata. Az kifejezetten előny, hogyha valami szép rikító színű, mint ahogy nekünk is, sárga Gábornak is, nekem is, hogy jól látható legyen a vízbe, és egy másfél méter környéki százas monofil líder előke, amit használunk még a műcsali előtt. Ennek a monofil lídernek az a jelentősége, hogy rendkívül kopásálló és harapásálló. A műcsalit leengedem teljesen az ajzatra, jelen esetben ez egy nagyjából 50 méter, 40-50 méter mély vízről van szó, ami alattunk van, és mikor leért az aljára, legtöbbször már érezzük is, hogy odaüt a csalinak, mint ahogy most is lehetett érezni. Egészen rövid beleemelésekkel mozgatjuk a műcsalit, kicsit mindig tekerünk rajta föl a fenék fölé, amennyiben nincs kapás, visszaengedjük az aljára, lekoppan a fenékre, és kezdjük előről, amíg el nem kapja valami jó kis ragadozó, mint például Gábornak, és nekem is megtörtént ez most a második leengedésre. Gyere. Nagyon élvezem azt, hogy ennyire akciódús a horgászat, tulajdonképpen minden csali leeresztése történik valami. A kifogott halak átlag mérete olyan mennyi, 3-4-5 kiló körül lehet, ugye? De gondolom azért élnek itt nagyobb halak is, nem? Természetesen. Hogyan lehet ezeket leszelektálni, vagy hogyan lehet nagyobb méretű tőkehalakat fogni? Elsősorban a műcsali változtatásával és módszerekkel, más módszerekkel is fogunk próbálkozni itt a hátralévő időbe. Ezt már az előbb említettem, igazából ha nagyobb halakat szeretnénk fogni, az egyik legegyértelműbb és legegyszerűbb módszer, ha csalit váltunk. Ezek a gumihalak, ezek súlyra majdnem mind ugyanakkorák, mint az eddig használt pilkerek, 500 g körüliek, viszont a mozgásukban, viselkedésekben teljesen más, és a nagyobb ragadozókat ezzel a csalival lehet sikeresen elejteni, bár nem jelent garanciát a hal méretére, pusztán az, hogy csalit váltunk, meg is kell találni őket majd a mélybe, de mindenképpen ezekkel a csalikkal sokkal nagyobb eséllyel indulunk harcba az igazán nagy tőkehalakért. És ez már nem egy kis nyeszfedék lesz. Nézd meg, ez Gabi lekéri. Ez, na, ilyen még nem volt. Ez igen. Eddig még nem húzta meg a féket egy se. Nézd, na. Az igen. Sikerült egy olyan helyet találnunk, ahol tulajdonképpen minden csali beengedésre
kapásunk érkezik, viszont nem túl nagy a halak mérete, és szeretnénk ezeket szelektálni, és ekkor jött az ötlet, hogy tegyük fel a legnagyobb gumihalat, ami a csaljaink között található, az első beengedésre valami olyan hal kapta el, ami szerintem nem lesz kicsi, mert eddig még egyen sem kellett ilyen keményen küzdenem. Többször keményen visszatört, féket is megszólaltatta, és a bolt körülbelül íve is jelzi, hogy erőteljesebb, agresszívebb hal van a horgon. Úristen, mekkora az eddigi legnagyobb tőkehal, ami a horgunkon van. Ez hatalmas példány. Puh, de jóságos ég. Gábor, ezt emeljük be a csónakba. Okay. Gábor, lehet, hogy szükség lesz a segítségedre. Hát, ennél rosszabb ne legyen, hogy ebbe kell segítsek. Tenek nagyon jó súlya van. Ez már komoly darab. Puh, de kemény. Biztos, hogy életem eddig legnagyobb tőkehala. Hatalmas, gyönyörű jószág. Hatalmas küzdelem. Árán került csónakba. Gábor, mérjük már meg a hosszát, mert ez biztos veszem, hogy 20 kg felett van, de... Nézzük meg. Mi az álom határ? 100... 130. 130 cm. Itt van az óránál pont, pont igen. Oké. Okay. Rögzítetted ott? Igen. Oké, okay, rakjuk a mércéhez. Ez kereken annyi. Mennyi? Ez kereken 130. Akkor ez az álomhatár. Ez kereken az. És mindjárt az elején. Köszönöm segítségedet. Hát nincs, hogy tudom, mint mindig. Az élethez kell egy kis szerencse is. Hát és abból nekünk mindig ki valahogy összeáll a sztori. Úgyhogy élünk vele. Vagyunk. Élünk vele. Élünk a lehetőséggel. Hú, ez is szép. Storokra vette a gumit, oda néz. Na, egy újabb szép tőkehal innen, Izlandról. Hibátlan példány. Elkapta meg. Ez. A nagy gumi. Lassabban van rá kapás, mint bármilyen más csalira, de úgy látom, hogy ezzel, mintha lehetne szelektálni azért a testesebbeket. Hideg van, nem lehet több 7-8 foknál, de gyorsan felforrósodik a levegő körülöttünk ilyen akciók után. Egy csepet sem fázok már. Hú, Gábor! Itt a tesója az előzőnek. Kicsit kisebb, mint a másik. Nem, valami csalihal van a szájában, látod? Nézd csak, mit ők rendezett föl. Itt az előző haja maradványa. Ezt láttuk a szájában. Megeteti a király. Hogy védik? Itt minden hasznosul. Engem ezek tényleg örökbe fogadnak majd. Ez nagyon kemény munka. Igazi férfias játék. Ezek az óriásokkal megküzdeni. És nagyon nagy szerencsénk van, hogy egy olyan halrajt találtunk, hogy ilyen kapitális példányok is találhatók.
Magyarországon nagyon kényes téma a horgászat fejlődésével, ami egyébként nagyon örömteli, hogy gyakorlatilag mi lesz a hallal. A catch and release egyre jobban terjed az országunkba. Itt, Izlandon sajnos nem beszélhetünk erről, hiszen itt a hal maga a túlélést jelenti. Egy kis halászfaluban vagyunk, ahol az egyetlen feltétele az itt létünknek és a horgászati lehetőségnek az, hogy minden halat beszolgáltatunk a helyi halfeldolgozóba. Itt a halat lemérik, feldolgozzák, és nem a kereskedelmi forgalomba hozzák. Lehet, hogy pont te is vásárolt majd belőle valamelyik boltba a kis halrudacskák formájában. És az ebből befolyó pénzzel finanszírozzák magának a kikötőnek a fenntartását, illetve a település működtetését. Na, nyári melegbe lapátolom itt a jeget. Oké. Okay. A hajózási tapasztalatommal tudom leginkább segíteni a csapatnak a munkáját. Három olyan eszköz van ezen a hajón, ami mindenképpen szükséges és elengedhetetlen ahhoz, hogy időzőjelben biztonságosan lehessen közlekedni itt a tengeren. Itt középen van az első, ez az, ami iránytűként funkcionál. Ez akkor is működik, hogyha nincs áram. Igen ám, de hogyha előveszem ezt a térképet, innen indultunk Flatieriből, és ahogy jövünk kifele, van itt egy terület, amit jelölnek is ezen a papíralapú térgépen, mágneses anomáliát jelölnek. Ez azt jelenti, hogy valami itt becsapja ezt a műszert, míg mellette van ez a hagyományos szonár. Ha haladunk, akkor ez az eszköz az, ami tudja nekünk mutatni az irányt nagy biztonsággal a jó helyek felé. Illetve a harmadik, amit mondtam, ez pedig ez a rádió adóvevő, ami mi is segítséget tudunk kérni, illetve a parti őrség, az a 16-os csatornán van, a parti őrség is tud minket figyelmeztetni, olyan vihar közeleg, ami miatt vissza kell mennünk. Tehát ez nem opció, kötelezően vissza kell mennünk, hogyha erre utasítást kapunk. És azért van ezekre az eszközökre valóban itt szükség, mert a helyismeret itt nem sokat ér, hiszen ha most körbenézünk, köd van minden irányba. Nem tudjuk, merre van a part. Még azt mondom, hogy a napot se tudnám megmondani, hogy merről süt. Ha nem lennének ezek az eszközök, ezek nélkül esélytelen lenne visszatalálnunk a kikötőbe. Kóbászolhatnánk itt egészen Grönlandig. Megérkeztünk végre az első olyan ígéretes helyre, ahol mindenképpen próbát teszünk. A szonár képernyője egy elég komoly halrajt mutatott a közelben. Tegnap nekem ez volt a nyerőgumihalam, aminek a farka bizony oda lett, de sikerült szereznem még egyet. Mondjuk ez is már elég beteges, de hát ha még egy halat tud adni. Egyébként aki úgy érkezik ide, hogy semmilyen felszerelést vagy műcsalit nem hoz magával, ne essen kétségbe a helyi boltokban, illetve közvetlenül a vízparton minden beszerezhető, és ráadásul garantáltan olyan műcsalik és eszközök, amelyek itt hatékonyak. Tehát tök fölösleges otthon egy csomó pénzt beleáldozni olyan dolgokba, amelyek valószínűleg itt nem is fognak működni, vagy otthon nem beszerezhetők. A termetesebb halak azok a medelfenék közelében tartózkodnak, és a víz felsőbb rétegeiben táplálkozó apró testű halakra vadásznak. Ezért kell leengedni a medelfenék közelébe a műcsalit, majd szépen lassan fölfelé tekerni, mozgatni. Persze nem kell kétségbe esni, hogyha nem lesz azonnal kapása a nagyméretű gumihalra. Ennek nem feltétlenül az az oka, hogy nem lehet ezzel halat fogni, hanem nincs itt olyan méretű hal, amely ezt meg tudná enni. Mivel nekünk nem az a célunk, hogy ezeket a ládákat csurig töltsük hallal, hanem azt, hogy szeretnénk igazán nagy termetes halakat fogni, így nyilvánvalóan kivárjuk ezt,
illetve hogyha esetleg ez a gumihal nem ad kapást, akkor van még itt egy jó pár más fajta, hasonlóképpen, mint otthon, amikor próbálkozunk, akkor lehet másikat feltenni, és lehet, hogy az kiváltja az itt tartózkodó óvatosabb, nagyméretű ragadozóhal aktivitását. Jól tartja magát. A tegnapi tuti gumihalamat le kellett cserélni egy másikra, mert hiába próbálkoztam vele, nem volt semmi. Ezt viszont az elsőre elkapta valami. És nem is tűnik rossznak. Ezeknek a nagyobboknak a beemelése már azért kicsit körülményesebb. Már csak a megfelelő pozíciót kell megtalálni, és megvan. Azért ez durván látványos. Ismét bejött a taktika. A gumihal mennyivel nagyobb halat adott? Ez közel van a 10 kilóhoz. Itt egy újabb gumihalfaló, tőkehal. Mekkora vagy te is, a mindenségit. Nagyon ízik nekik ez a heringutánzat. Volt még a vágyott halak listáján egy másik északi tengerben élő halfajta. Hát itt van a kezemben. A neve farkashal. Hát nem túl szép jószág, de annál különlegesebb és veszélyesebb. Itt nagyon óvatosnak kell lenni, nem szabad a szájába még véletlenül se belenyúlni. Rendkívül erős a fogazata, rendkívül erős az állkapcsa. Képes lenne átroppantani az ujjamat, hogyha esélyt adnék erre.
azt már bemutattuk, hogy a kifogott halnak mi a sorsa. Azonban nagyon korrekt a rendszer olyan szempontból, hogy saját fogyasztásra bármennyit elhozhatunk haza ide az apartmanba, és el is készíthetjük. Tehát aki szereti a halat, az gyakorlatilag reggel, este, ebédre, vacsorára bármennyit is megehet. És hát a frissen fogott, finom tőkehalnál nincs egészségesebb és ízletesebb. Ma kirántott formába készítettem el, úgyhogy rántott halat eszünk rizssel, majonézzel, zöldségekkel. Jó étvágyat! Köszönöm szépen, alig várom, hogy megkóstolhassam. Eredményesen horgáztunk eddig vertikális módszerrel, amikor a műcsali ugye egy nagy pilker volt, vagy pedig gumihal. Melyek azok a módszerek, amelyek még eredményesek lehetnek most itt ebben az időszakban? Mivel próbálkozzunk még, Gábor? Hát nagyon nagy szerencsénk van, hiszen gyönyörű nyugodt a tenger, ami ajándék még ebben az időszakban. Nem ez a jellemző egyébként? Tehát most, mert mióta itt vagyunk, negyedik napja talán, azt látom, hogy nem, hogy hullámosodna, hanem inkább kisimul a tenger. Tehát bár amikor együtt horgáztunk eddig a tengereken, óceánokon, akkor csak az volt a kérdés, hogy hány méter a hullámnak a magassága. Tehát tényleg ez így van. Azt hittem az északi vizekre ez jellemző, vagy ez nem? Nem, ez abszolút egy nagyon különleges ajándék, hogy most a túránk így alakul, hogy ilyen szép nyugodt a tenger. Szoktak nyugodt napok lenni máskor is, de azért azt, hogy zsinórban 4 napot így kapjunk meg, az nagyon ritka. És ha már ilyen nyugodt a tenger, akkor eredményesen tudunk próbálkozni a fenék közeli, fenekező horgászattal, és ehhez most be is fogunk mutatni egy végszereléket, hogy hogyan kell elkészíteni. Ragaszkodom ahhoz, hogy a végszerelék elemeit én készítsem el, mert így is új technikákat vagy kötéseket tanulhatok. Bár, hogy elnézem, túl sok kellékehez nem kell, amiket ide készítettél. Ez így is van. Gyakorlatilag pár dologból össze tudjuk rakni nagyon egyszerűen ezt a végszereléket. Itt már van egy előként előkészített kapocs. Hát ez ugyanaz, amiben eddig akasztottuk a gumihalat, vagy a pirket. Hát most ebben nem gumihalat fogunk akasztani, hanem egy horogelőkét, meg olmot. Tehát ugyanúgy van egy másfél méter hosszúságú líder zsinórunk. Így van. 80-as vagy 100-as fluorokarbon zsinórból, ennek a végén van egy karabinyeres forgó. Ebbe kell akkor elsőként belakasztani egy olmot, ugye? Igen, ebbe egy nagyméretű olom fog kerülni, ami ezek 350 úgy... és 500 gram környéki. Igen, elég combos darabok. Így van. Legyen ez a 350. Legyen az. Jó? Ja, még ezt nem kell lezárnom, mert ide jön még valami, ugye? Így van. A horogelőke. Nincs más hátra, hogy elkészítsük a horogelőkét, ami nem kell, hogy túl hosszú legyen, 25-30 cm, és a specialitása, hogy a horog fölé, illetve a horogra majd egy ilyen kis gumipolipot fogunk ráhúzni, ami lumineszkál, tehát a sötétben még világít is. Akkor megkérlek, hogy közd meg ezt a hármas horgot, mert itt most hármas horgot fogunk használni. Akkor elsőként felhúztam a zsinórra a gumipolipot, így. És akkor ez a hármas horog kerül már a végére. Ezeket a vastag zsinórokat nem egyszerű kötni. Szerintem az egyik legjobb kötési mód a hóhírcsomó ennél a módszernél is, vagy ennél a vastag fluorokarbon zsinórnál is. Ezt négyszer szoktam visszabújtatni. Így. Meghúzni, és akkor saját magát fogja szépen meghúzni, és a csomót magára rászorítani. Meg vagy vele elégedve? Abszolút jó. Akkor rátolom a gumipolipot, és szépen eligazgatom a lábait. Így jó? Tökéletes. Hány centi legyen a horogelőke? 25-30 cm most elegendő lesz. Oké.
Kötök egy végfület. Duplán. Így jó? Teljesen jó. Ennyi? Ennyi, nincs más hátra, mint a karabinerbe ezt is beakasztani. És akkor így üresen? Nem, azért fogunk rá tenni ezt-azt. Na, mit teszünk rá? Persze most úgy csinálok, hogy aki nem tudja, hogy mi rejtőzik a vödörben, hiszen reggel ott kezdtünk, a boltban, és egy nagyon különleges csemegét kellett beszereznünk, amely nem más, mint fagyasztott polip. Így van, ugyanis most az elsődleges célhalunk a farkashal lesz, és a kedvenc csemegéje, ez a kis polipocska. Abszolút természetes táplálék. Érdekességként jegyzem meg, hogy ez nem halcsali, ezt élelmiszerboltban vettük, és ez egy nagyon finom tengeri csemege, már azoknak, akik szeretik az ilyen jellegű kajákat. Te szoktál jelenni egyébként? Én nagyon szeretem. A nagyot is, meg a kicsit is. Ez a baby polip. Te mindent megeszel. Ebből például polip salátát szoktak csinálni. Polip saláta? Abszolút. Nagyobbakat azokat grillezik, de ezt is sokszor meg szokták grillezni. Figyelj, ezt most kihagyjuk. Tehát ezt inkább adjuk alaknak. Hát cseréljük el egy nagyobb halra. Jó. És a három ágúrok egyik szárát kell ugye beletűzni, azt mondtad, hogy itt? Így van, hiszen a másik két horogák szabadon marad, és sokkal könnyebben akad a hal. Jó csináltam? Tökéletes. Na, akkor ezt kell belakasztani a karabinerbe még, ugye? Így van. Akkor ennyi a fenekezős végszelékünk, ugye? Így van. Most megmutatom, hogy hogyan kell horgászni ezzel a felszereléssel a fenéken. Teljesen egyszerű módon elkezdjük leengedni a szereléket a tenger fenekére, egészen koppanásig, és mivel ez itt 96 méter, ez jó sokára fog bekövetkezni. Most ért le, és megkezdjük a horgászatot, ami nagyon egyszerű. Kisebb emelésekkel elemeljük a fenéktől az olmot. Visszakoppantjuk a fenékre az olmot. Ezt lehet érezni is a boton. Ezt megismételjük jó párszor, majd utána picit hagyjuk lent, és hogyha felkeltette a ragadozó figyelmét a mozgás, illetve a koppanó hangnak a rezgése, akkor előbb-utóbb jelentkezni fog a bocspiccen a erőteljes húzás, rángatás, és onnan már csak idő kérdése, hogy mikor akasztható a hal, mikor fordul ugye szájába a horog, hogy fel tudjuk húzni. A farkashalnak van tipikus tartózkodási helye? Vagy bárhol fogható? Bárhol nem fogható. A mélység az alapvetően meghatározó, tehát ez az 50 és 100 méter közötti tartományban, mélységekben található meg. Abszolút fenék közelébe kell keresni. Keresi a búvóhelyeket, rejtekhelyeket, mint minden ragadozó, és ezek közelébe találjuk meg elsősorban. Működik a módszer. Működik bizony. Nem csak pergetve lehet fogni, hanem így. Igen. Ez a speciális módszerrel is. De jó. Örülök, hogy végre a dzsigelésen kívül más módszerrel is tudtunk halat fogni, aminek a fő célhala a farkashal volt, és íme itt van egy szép példány, amit polippa fenék közelbe felkínált hármas horgon sikerült elejtenünk. We'll be right back.
Itt van egy újabb szép példány, farkas halunk. Nézzétek, milyen rémisztő a szája. Érzed, hogy húzza, néha be is üthetsz neki, utána visszaengeded, ott fog maradni, ott várja, nem megy el. Úgy, ez az. Na, hát ezt kell csinálni. És egyre idegesebben fogja enni. Úgy. Az az. Nagyon jó. Ez rohadtul idegesíti. Ott van, innen látom. Én sokszor beütök, és akkor egyszer csak megakad. Nem baj, ha luftot ütsz, vissza kell tenni, ezt megeszi megint. Az, az már ideges. Már nagyon ideges, amikor már így rángatja. Nem bírja ott hagyni. Azaz, azaz, ez már agresszívan jár. Csinálja, már ideges. Azaz, azaz, ott van, megette. Itt van az én dagadt farkashalam is. Micsoda dagi. Jószág. Hát Gábor, mindre ismerésem a tiéd. Na, akkor itt az eredmény. Maximálisan működik a módszer. És ez a harmadik halunk rövid időn belül. Már csak ki kell emelni, az mindig problémát okoz, de megoldjuk. Itt a polip, illetve annak a maradványai a szájában. Fú, most látszik, milyen hegyes fogai vannak. Nem győzök betelni a szépségével, vagy a randaságával. Nagyon különleges hal. Szép nagy pocakja van. Mai napi feladatunk elsőként, hogy csali halat fogjunk. Hát beindul gyorsan az apróságok megfogása. Egy, kettő, három. Három horog. Három hal. Az első napokban még azon ércelődtem Gáboron, hogy be van öltözve, mint egy eszkimó. Hát
ez a mosolygás az alább maradt három nap után, mert előkerestem én is a téli sapkámat, és még alávettem a meglévő öltözéknek további két ruhadarabot. Egyre kellemetlenebb és hűvösebb az időjárás, de hát mondjuk menjünk bele a télbe, ugye így augusztus felé haladva. Nem, most már, igen, tehát most hát már határozottan a télbe megyünk. Hát nem lehet több 6 Celsius foknál, nagyon kellemetlen a hőérzet, ráadásul föltámadt a szél. Nyáron vagyunk, ne felejtsétek el, szóval ezt így kell értékelni. Mi maradt hátra, Gábor? Arra gondoltam, hogy az utolsó nap a mai, tegyük föl az íre a pontot, és próbáljuk meg azt a halat, ami talán a legtöbb horgász száma, hiszen hatalmasra megnő, és nem könnyű horogra csalni, ez pedig a lapos hal lesz. Miért nem ezzel kezdtük? Hát akkor nem értékelted volna a kisebbeket. Ja. És egyébként ekkor az esély, hogy megfogjuk ezt a halat? Esély mindig van. Hát ez igaz. Ez igaz. És milyen módszerrel fogjuk meg? Szintén fenekező módszerrel fogunk ma is horgászni. Úgyhogy el is kezdem összerakni. Beleakasztom az olmot a karabinerbe. És utána ugyanúgy, mint tegnap, egy horogelőkét fogok még beleakasztani. Annyi különbséggel, hogy ez jóval hosszabb, mint a tegnapi előke. És ma élő hal kerül a horogra. Ez legalább 1 méter 20-30 cm hosszúságú. Így van. Így van. Ugyanúgy leengedjük a mederfenékre. Így van, picit visszahúzzuk, hogy a mederfenék fölött vezessük a csalit. És akkor az alulról támadó lapos hal, vagy bármilyen egyéb ragadozó hal. A lapos hal mellett van esély más is fogni, vagy? Természetesen, ugyanúgy a farkas hal, illetve a nagyméretű tőkehal is horogra kerülhet ezzel a módszerrel. Azok a csali halak, amelyeket fogtunk, azok jó méretűek lesznek ez a módszerhez? Azok a legjobbak lesznek. Na, rakjuk fel, aztán nézzük fel, mire képesek. Hát próbáljuk ki. Itt a csali hal, és már megy is bele a vízbe, nehogy baja essék. Most koppant le az ólom a fenékre. Ilyenkor visszatekerünk egyet, kettőt, hármat, meg egy picit. Ne teljesen lenne az olmot, húzzuk a, úgymond a földön. Kilazítjuk a féket, pont arra, hogy még ne tudja meghúzni a csalihal, de ha ragadozó kapása van, akkor meg tudja húzni. Mindkét volt beélesítve, és innentől kezdve ez egy kőkemény türelemjáték, hiszen meg kell várjuk, hogy a ragadozó megtalálja a csali halunkat. Nem hal van. Ez eljjj, az ott hal. Ezen itt van, valami elkapta az enyémet. A kis halnak nem lehet ekkor ellenállása. Nem, ez nem kis hal. Ezt gyorsan gazdára talált. Valószínűleg ez még nem lapos hal. Vagy majd kiderül. Soha nem lehet tudni, hogy mi bukkan fel a tengerből. Ez benne az izgalmas. Hát ez bizony egy nagy tőkehal, amely gyorsan megette a csali halamat. Úgy benyelte, hogy nem is látszódik. Itt van őkelme. Itt is gazdára talált a csali halam. Hogy mi lesz, az majd most kiderül. De szerintem egy hasonló versenyző, mint Gábornál, egy nagyobb testű tőkehal lehet, ahogy viselkedik abból, és már itt is van a tetején a víznek. Ja, még talán még a méret is hasonló. A kis hal még él, mentsük meg. Ez a módszer is gyorsan megmutatta, hogy mire képes, bízzunk benne, hogy lesz nagyobb is.
elég durva a kontraszt. Itt tükörsima víz van, meg se rezdülnek a fák, amik nincsenek a vízparton, miközben meg a tengeren méteres hullámok csapkodnak, ezért kellett lemenekülnünk. Ez így van, viszont itt a hegyek, amik körbeölelnek minket, védik ezt a kis kikötőt, ezért tud ilyen szép nyugodt lenni itt a víz. De azt gondolom, hogy panaszra nincs okunk, még ha ez a horgászat ilyen kurta-furtán is ért véget, mert hát nyilván a biztonság és az ember élet a legfontosabb, mert azért eddig gyönyörű halakat foghattunk és gond nélkül horgászhattunk. Ugye mindig mondod nekem, hogy minimum hány napra kell tervezni? Minimum egy hét. Minimum egy hét, hiszen bármikor jöhet egy rossz idő, bármikor jöhet egy adott körülmény, ami befolyásolja a horgászati lehetőségeket, akár hogy egyáltalán tudunk-e horgászni. Igen. Ez egy nagy ajándék volt az elmúlt napok, hogy ki tudtunk menni és gyönyörű időnk volt, és igazából mára romlott el az idő arra a szintre, hogy már megnehezítette a horgászatot. De ez most ilyen. Figyelj, ettől rosszabb azt gondolom, hogy egy túránk se legyen. Így van. Nagyon szépen köszönöm a segítségedet. Nagyon szívesen. Örülök, hogy együtt abszolváltuk ezt a túrát is. Újfent. És folytatása következik. Így van.